Sziasztok, itt vagyunk a Nocoberi következő részében. Bocs, egy kicsit elkapkodó volt a felvezetés. Most itt elemeket próbálok rakni. Ez egy voice-overes, amint látjátok, tehát nem most van a játék, hanem utólag veszem fel a hangot, mert nem értem rá. Itt próbáltam az elemeket, és itt még, tehát itt nem sikerült, mert ugye azért az elemeket nem olyan könnyű összegyűjteni. És ezért azt gondoltam, hogy elviszem a sivatagba miát, és itt egy pár darab követ összegyűjtünk, csak közben ugye megéhezett, és ezért most azt látjátok, hogy éppen eszik. Közben ugye szilveszter van, próbáltam egy kicsit barátkozni neki, már ugye a mischief az meg van csinálva, a logika skillt kell, még a tudós karriernek a csúcsát kell elérnie, és az elemeket kell összegyűjtenie. Igen, itt rájöttem, hogy hát szegény, neki fogott egy, ő maga fogott neki egy húsos kaját csinálni, aztán ugye ő vegetáriánus, tehát ő nem ehet. Jó, a közben még azt el szeretném mondani, hogy köszönöm szépen, hogy amiket írtok, nagyon jól esik, és nagyon fel tudnak tölteni. Tényleg a kedves szavakat nagyon-nagyon köszönöm. Nem mindig kedves szavakat kapok nyilván, de sajnos. De azokat a rendszerem szűri. De azért annyira nem szokott, tehát nem kell annyira nyilván. Szerencsére abból se kapok sokat. Vagy hát szerencsére abból nem kapok sokat, inkább a pozitívból, mint a negatívból, de néha a negatívból is. Itt a rendszer leállt. Egyszerűen fogta magát és leállt a rendszer. Nem is, hogy leállt, hanem egyszerűen megfagyott, és ezt nem először csinálta meg a gépem. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de szerintem ez egy újabb bug. Én próbáltam itt keresgélni dolgokat, meg aztán gondoltam, hogy lehet, hogy halász, hogy horgásznia kellene, mert lehet a horgászással is majd kifognod pár dolgot. Egyébként nem fogod ki annyi mindent, főleg kapszulákat fogod ki a sivatagba. Tehát nem volt igazán szerencsés eljövetel. Próbáltam itt tényleg mindent, hogy végre ez a meglegyen, mert az elemeket azt nagyon-nagyon szerettem volna minél hamarabb kigyűjteni, hisz nekem az a legnehezebb. És látjátok itten ilyeneket, tehát hogy ilyen elemeket, vagy kapszulákat kapott. Bocsi, a beszédért nagyon-nagyon-nagyon korán van, jelenleg 7 óra van, tehát, és most érek rá gyors videót csinálni, sőt, még fogok még ezen kívül is csinálni videót. Hát mondtam nektek, hogy, és látjátok itt is, tehát leállt, tehát egyszerűen leállt, tehát hogy megfagyott a rendszer. Próbáltam itt csinálni mindent, nyomogattam gombokat, ezt meg minden, de amíg ő maga nem enged, addig igazából nincs mit csinálni. Ezek a bugok néha nagyon bosszantanak, én nem tudom, de nyilván másokat is, de hát ugye ez most már lassan a Sims 4-nek a velejárója. Én nem tudom, a többi játékot nem játszok mással, úgyhogy nem tudom azok milyenek. Na, itt megjöttek közben a különböző elemek, amiket korábban elküldtem, és akkor hát nyilván nem adom fel, és próbálkozok. És egy itt sikerült, tehát nagyon-nagyon, annyira boldog voltam, hogy ú, mondom, végre már egy, már csak egyet kell. Közben Snow Festival kezdődik, és úgyhogy lelkesen elküldtem a többit is, hát ha még is sikerül összehozni. Jó, itt próbáltam nekik ugye összehozni a szilveszter, tehát hogy skilleket meg hasonlókat kívántam, de igazából tényleg nem volt semmi érdemleges, amiket be tudnék mutatni, mert csak ettek, ittak, játszottak, szükségeteket töltöttem fel. Igazából semmi izé nem volt, itt ment el dolgozni. Ja nem, ó, itt elrabolták, tényleg. Itt azt hittem, elmegy dolgozni. Néztem is, hogy este van, és jöttek az UFO-k, és elrabolták. Ezt gondolom, amiatt van, hogy hülye iskola. Ezt nem én értem, láttátok, kiírta a gép, ez nagyon jó volt. Hülye iskola.
Igen, szóval, hogy gondolom, amiatt, hogy elég sokszor hívtuk a földön kívülekkel a kapcsolat felvételt a munkahelyen is, akkor ezért szerintem itt ebben a városban sűrűbben fog megjelenni. És látjátok itt is, hát itt is vagy. Néha nem itt leállítottam. Nem tudom, rengeteget lefagyott. Ú, nagyon bosszantott. De azért. Én nem adom fel, ettől én még játszok. Igen, nem tudom miért, de ide kijött enni. Lehet, hogy azért jött ki ide enni, mert amúgy ott szoktak enni, hogy igen, közben szilveszter lett, hogy elrabolták ugye miát. És vissza is hozták miát. De igazából miát különösebben nem hatotta meg a dolog, teljesen jól van. Nem lett kétséges, tehát hogy nem, ettől nem lett rosszabb neki. Utána azt gondoltam, hogy elviszem ezt a fiatalembert, ugye, Jacobot elviszem egy kicsit ismerkedni, mert azért neki is az élet célját jó lenne majd lehet elkezdeni. Mert igazából neki felnőtt korba kellene, de hát egy kicsit majd most rásegítünk. Úgyhogy elhoztam abba a legújabb városba. Itt van egy tinédzser, és itt gondolom, hogy összebarátkoztatom vele, hogyha majd randizni kell, akkor legyenek ismerősei, mert igazából nincsenek ismerősei, és alig viszem valahova, hogy közben esett az eső, elázott, tehát látja, ezeket látjátok. Amúgy szimpatikus ez a csaj. De az is lehet, hogy majd teszek be olyat, akit majd leszedek valahonnan, és akkor majd azzal is megismerkedtetem, hogy jobb legyen a genetika. Mert ennek egy kicsit elálló fülei vannak, és hát félek, hogy itt valami más fog kialakulni, másmilyen baba lesz belőle, hogyha ők... Bár néha elég érdekes dolgok alakulnak ki. De igazából annyira lelkesen nem akartak barátkozni egymással, sőt, inkább a csaj nem akart annyira lelkesen. Én már próbáltam minden, de itt látjátok, unalmas beszélgetést írt ki, hogy pedig hát nem úgy tűnik, mint annyira unalmas lenne. Megint majd bevezetik, hogy nem lehet fürödni. Az új akcióterv. Hát Jacob annyira nem volt lelkes a sajtó, inkább éhes volt. Úgyhogy igazából aztán már nem is erőltettem a dolgot, ekkor gondoltam azt, hogy na jó, akkor lehet inkább jobb lesz, ha én fogok nektek majd berakni valakit. Valószínűleg ez így is lesz. De még az esernyője még mindig tetszik. Aj, oh, nagyon tetszik. Miért? Nem is tudom, hogy van itt egyébként az életben, van-e nekünk itt ilyen. Én tökre el tudnék képzelni egy ilyen esernyőt. Magamnak persze. Na, most a gyerekeknek való fesztivál van. De hát őt ez nem érdekli. Na, szóval igazából nem is csinált semmit. Ott tehát nem tudtunk tovább ismerkedni. Hát itt úgy láttátok, hogy megint a bagolt, megint van. Na mindegy, és mi a úszik. Nem bántam, mert mondom, az úgyis azt hiszem neki új skillt írtam, hogy tehát kívántam, hogy azt kívánt, hogy egy új jártassága legyen, és szerintem ez most lehet, hogy teljesülni is fog neki a kívánsága. Elég gyorsan teljesítik a kívánságot szerencsére. Igen, nagyon várom mindig, hogy megjönnek az elemek. És én most veszem észre, hogy a háznak az alját nem csináltam meg. Na mindegy, majd megcsinálom. Igen, gondoltam, hogy egy kicsit fejleszgetem. Nem tudom, ezt az appot, ezt nem tudom, hogy ezt hogy kell. Valószínűleg még nincs az a jártassági fokozaton, hogy ezt meg tudja csinálni. De igazából ennek már, ez már nem is lényeges ebbe a részbe. Mert, hát meg amúgy is tudjuk, hogy ő már öreg. Ez most egy kis spoiler volt, ugye? Ha sejtitek, mit fog történni.
Igen, itt is lett egy bug. Tea készen volt, és már gőzölgött, büdös volt. Mondtam, hogy kicserélem, mert hogy... Tehát, hogy ezt többször is rákattintottam előzőleg, és nem. Hát igen, kicsit gondoltam, hogy kicsit barátkozzanak továbbra is. És akkor azt gondoltam, hogy hát ezt tényleg nem mondom, hogy azt gondoltam, mert már feltűnően sokat mondom, szóval, hogy ja igen, a Repeat Day napon gondoltam, hogy veszek valamit, és akkor gondoltam, hogy veszek egy jacuzzit, mert az elég pénzileg van, 500 szimoleonért kell venni, az meg bőven 500, ugye megvan, hát több is, 3000 szimoleon. Ilyen születésnapi jacuzzi, vagy hát arra kaptuk szerintem még annó. Ugye ezt úgy tudom frissítéssel jött, és ingyen kaptuk meg. A eredeti Sims-esek. Hogy ezt tettem ki nekik, mert ez elég jó bevált. Látjátok, ez számított is. Mind a kettőjüknek. Jacobot meg nem érdekli. Nem az ő háza. Na, nem érdekli. Jó. Még ebbe a részbe, ugye mindenképpen mondtam nektek, hogy szeretném a skilljét, tehát most épp ezen van Mia, hogy a logik skilljét fölvigyem neki, mert ugye még ez ez kell még, tehát a logika, meg a mischief. Na, és akkor bemegy iskolába. Nem tudom, simán bemennek egymáshoz, tehát régen nem is indult el oda. Vagy ha bement, akkor legalább másik kiszáll, de hát ez nem igazán foglalkozik vele. Elég sokszor rá kell szólni, hogy kimenjen a fürdőszobából. Nem elég nagy nekik a szoba. Vagy a lakás, hogy én most ezt elválasztom. Igazából gondolkoztam rajta egyébként menet közben, hogy lehet, hogy megcsinálom, de mégsem csináltam meg, mert ugye hát nem túl sok részig leszünk itten, mert mindenképpen el fogom költöztetni Jacobot. Hát itt továbbra sem adtam föl. Mindig szokásos számlák. De azért van az, amikor a lehetetlen nem lehetetlen, és összejönnek a dolgok. De nagyon nagyon nehezen, szóval nagyon... Itt ezeket a kristályokat a munkahelyén szedte össze. Azért nem is csináltam a munkahelyét, nem mutattam, mert... tehát igazából csak köveket gyűjtögetett, egy pár dolgot végrehajtott, de nem túl izgalmasakat, úgyhogy nem is úgy voltam vagy, akkor azt inkább kivágom ebből a részből, mert... Tényleg az teljesen felesleges, hogy minden rész ugyanarról szóljon. De viszont nagyon jól, nagyon jókat gyűjtöttünk a munkáján, nagyon jó kristályokat. Látjátok, hogy elég sokat is sikerült összegyűjteni. Mondom, hogy elég több, mint a fél munkanapja erről szólt. Ezeket elküldtem, majd meg is jöttek. Közben elment dolgozni, nem is mentem mindig vele, mert azt figyeltem meg, hogy elég sokszor... jobban megy föl neki ez, mintha elmennék. Mert a munkahelyen olyat is végre kellett hajtani, amit nem tudtam végrehajtani, mert valamiért nem tudok kertészkedni ott, és nem is értem, hogy miért. Ennek majd lehet utána járok, hisz nem eredeti labor van már ott, ugye? És itt sikerült, tehát képzeljétek el, hogy még rá se tettem arra, és már kijelzett a rendszer, hogy hát megvan, tehát megvan. Az elemeknek, illetve az összes elemet megtaláltuk, úgyhogy ittem. Látjátok is, hogy tele van. Hogy hú, ez nagyon nagy boldogság. Ez, nekem ez szuper, hogy ez sikerült.
soha még egyszer sem, látjátok a fotót is, egyszer sem sikerült kigyűjteni a elemeket egyik, szerintem egyik videómba sem. Úgyhogy gondoljátok, mennyire örültem ennek. Meg ugye mondtam nektek az első rész. Jó, az első rész, azt még hagyjam, hogy kicsit több részből áll, mint a többi fog valószínűleg, de ugye már az is, hogy hónapok teltek el egy részen belül is, mire csináltam. Itt azt gondolt, na, itt mondom neki, hogy kicsit ne lehetne ártani neki fejleszteni a handiness kijét, mert lehet, hogy ezért nem léptetik elő a munkahelyem, hogy egy kicsit barkácsoljon, hogy majd későbbiekben lehet elkezdek ott majd űrhajót is építeni. Mert lehet, hogy ez is kell ahhoz, hogy előléptessék a rakéta tudás, illetve ahhoz pedig a handiness skill-t. Itten szépen felfejleszgetem, meg amúgy is állandóan ezek a WC-k mindig elromlanak. De fest, de állandóan, de mindegyik. De már erre költöm a legtöbb pénzt. Úgyhogy gondoltam, hogy ez pont hasznos is a kettő egybe. És akkor szépen, hát azok se fognak mindig elromolni. Aztán még majd lehet, hogy majd most az jutott eszembe, hogyha majd nem kell már a felfejleszgetni, akkor lehet, hogy tényleg egy rendes étkezőt adok, vagy étkezőasztalt rakok ide. Néztem közben egyébként, hogy Jacobnak nem kell sem tinédzser, sem fiatal felnőtt korba elmennie, mert annyit írt, hogy felnőtt korban, tehát ilyen felnőtt korban kezdődik, vagy hogy is volt, mert pontosan nem tudom, de igazából akár ugye a Miának nem jön, valószínűleg még ugye itt kell maradnunk fiatal felnőtt korba is, egyelőre még itt kell maradnia a Jacobnak. Viszont ha Jacob itt marad, akkor szépen elkezdem neki fejleszgetni a életcélját, hogy legalább akkor azzal is haladjunk. És amikor majd Mia eléri a 10-es szintet a munkahelyén, akkor fogom elköltöztetni Jacobot. És akkor, ugye már akkor nyilván egy, úgymond akkor kezdődik az új generáció, ez egy kicsit addig egy kis szösszenet lesz. De igyekszem, tehát mindent meg fog tenni, hogy Mia minél hamarabb elérje a 10-es szintet. Azt hiszem 5-ös vagy 6-os szinten, azt hiszem 6-os szinten van most. És hogy túl sokat reméljük nem kell várni. Normál életszakaszba léptek, ugye? Az is megkönnyíti. Tessék, hát ez is eszik kaját, nem várta meg a süteményt. És igen, eljött az idő. Árnávnak vége. Ennyi volt. De nem lett olyan csúnya öreg viszont. Úgyhogy, hát ez igen, ez egy szomorú. Viszont amit látjátok, nem jött a kaszás, hanem egyszerűen csak így átváltódott. Hogy kiraktam ide. Mi az annyira? Nem hatódott meg a dolgon különösebben. Ő azért elég jó bírja ezeket. Aztán gondoltam, hogy vagy hát mondom, akkor kicsit beszélgessenek. Bocsánat, tényleg, hogy nem tudok úgy beszélni, mert hogy jól elkezdenek, ugye vigasztalják egymást. Hogy nem, egyszerűen ez reggel egy nehezen megy a beszéd, még ez az első videó, ugye? Szólnap fog kimenni, és most csak ma érek rá erre. De hát, tudjátok, ez, aki már velem van egy ideje, az pontosan tudja, hogy ezeket hogy is mennek. De azért igyekszem, hogy mindig legyen videó. Igen, aztán
gondoltam, igen, tudom, már sokat gyára mondottam, amit gondoltam, hogy elengedem Árnavot ebből, mert nem akarom, hogy szellemként itt garázdálkodjon. Azért sem, mert általában nagyon, nagyon elrontanak dolgokat. Már úgysem fogom őt ide visszarakni a családba. Sajnos már Kokót nem tudom eltenni, de kicsit már őt is, hát sajnálom, hogy így visszahívtam, mert ugye mindig így szellemként maradt, és most már ő mondjuk már így marad, és egyszerűen nem tudom, nem tudok vele semmit csinálni, hogy visszamenjen esetleg. És ez nem valósághű, úgyhogy én egy kicsit a valósághűen szeretek játszani, és ezt mondom, ezért egy kicsit meg is bántam, hogy aztán tehát nem fog nagyon még egyszer csinálni. Valamiért nem tudom. Tehát őt gondoltam, hogy majd visszaváltoztatom igazi kutyává, de valami nem sikerült. És akkor mi, ahogy ne legyen rossz kedve, csináljunk Kokó kedvencének valami kis kutyavigyor, húsos szendvics, meg marha húsos csirkés szendvicset, valamit csináljon, és akkor hát, ha ezzel levezeti a feszültséget. De egyébként nézzétek meg, ő egyáltalán nem kapott attól, hogy Árnán meghalt, a férje nem kapott, tehát nem igazán rossz kedvű. Ja, folyamatosan figyelmeztetnem kell, hogy öltözzön át. Nem öltöznek át, főleg a munkahelyből jön. Tök jó, hogy bejöttek ezek a hajak. Most már. Mert tökre lehet éneket. Piros haj is megvan. Igen, megint nincs víz. És kész is van. Ne, tedd le, tedd le. Miért veszi föl? Jó, lett. Jó, oké, ó, nagyon cuki, letette a kokónak. Na, gondolom majd ide jön, azt megeszi. Nem is emlékszek, hogy volt. Itt látjátok, hogy nem mentem itt se vele. Gondoltam, hogy majd itt talán jobban fejlődik. Egyébként már egész jól megy fölfele neki. Meg fura, hogy nem, mert vele megyünk, nem, mégsem léptetik olyan gyorsan elő, legalábbis nekem ez tűnt föl. Igen, itt azért nem léptem ki, és azért mutatom ezt a részt, mert erre kíváncsi voltam, hogy Kokko egyáltalán ide jön-e, és tényleg fog enni, tehát megeszi-e egyáltalán azt a kaját. Mert mondom, akkor többet nem csináltatok vele, de hogyha megeszi, akkor meg lehet, hogy tök jót tesz neki. Lehet, hogy neki is kéne még ilyeneket csinálni, hogy ebbe fejlődjön. És látjátok, bocsánat, közben csuklok. Tehát, hogy ő megette, megeszi. Ő valahogy megtalálta. Nem tudom egyébként, ha tudjátok, hogy állatokat lehet-e visszaváltoztatni szellemből élővé, úgymond, akkor írjátok már meg, hogy kell, mert hát én nem tudom, hogy hogy kell. Tehát, ha ötös szinten van, akkor nem hatos, ötös szinten van. És itt már hatos. Igen, és itt előléptették. Úgyhogy ezért mondtam, hogy nagyon jól megy, csak közben kifeküdt szegénykém. Mert eléggé elfáradt, ugye ott nem tudjuk befolyásolni. Van még neki, egész jól megy. Igen, itten azért kapott instant tisztaságot, mert mondom, hogy itten ugye az akcióterv most az, hogy nem lehet fürödniük megint. Nem figyeltük, és ezt elfogadták. Legközelebb majd lehet, hogy jobban kéne odafigyelni, hogy milyen akciótervek vannak. Meg ez a zacskós fejűek, hát ezek nagyon. Egyébként azok nekem bejönnek. Aztán észrevettem, hogy hogy ez elromlott, úgyhogy jó lenne, ezt is kicsit megcsinálná.
Kis szerelős ruhát adtam rá. De még jól is áll neki. Jó, tényleg. Mennyi? Ez van minden még. Tényleg, amit lehet, hogy majd cserélgették, majd egy-két ruhát majd cserélek rajta. És utólag. Ja, és kapott egy ilyen, ahogy kigyűjtöttük az összes elementárit elemet. Nem is tudtam, hogy én nem tudtam, hogy kapunk egy ilyet ezért. De tök jó. Tetszik. Ez egy büszkeség a falon, hogy egy ilyet kaptunk. Bár nincs ráírva semmi, de nem baj. Oda gondoljuk Miának a nevét. Ha oda rakhatták volna. Igen, itt az ágyat kicseréltem azért, mert úgy voltam vele, hogy hát meghalt Árnáv, ő most már úgyis egyedül marad, nem lesz neki semmilyen párja, nem, ezzel nem fog már foglalkozni olyan szinten, hogy tényleg nem fog neki párt keresni. És akkor ezért úgy gondoltam, hogy öregkorára úgymond, már nem soká megöregszik, akkor egy személyes ágyat teszünk neki oda, ezzel is jelezve, hogy hát Árnáv már nincs többé, és Mia már lassan egyedül fog maradni. Ugye már Jacob is lassan ki fog a házból menni. Elköltözik, új életet fog kezdeni. Mert most azt nézem, hogy lehet, hogy nem ártana valami edzés, hogy kicsit edzettebb legyen. Bár azt hiszem, politikus karrierje lesz, nem edzős. Tehát nem azért, csak egy kicsit az alakján változtatni kellene. Tehát nála még mindig szomorú, hogy ő még mindig szomorú, mi az? Nem. Itt próbálom kicserélni a... mi az? Tapétát, mert mondom, hát egy kicsit változtassunk már ezen, hogy legyen valamilyen másfajta tapéta. Nyilván zöld szín lesz ez is, tehát nem lesz túl bonyolult, tehát szerencsére egyébként tök jó, hogy megcsináltak, hogy ezt így ki lehet válogatni, vagy választani, hogy így meg lehessen csinálni. Látjátok, egy párat fel, vagy megpróbálok, de nem mindegyik. Azok a zöld színben nincs annyira izgalmas, meg nem akartam, hogy annyira a hátteret, hogy zavaró legyen a háttér, inkább így mondom. Ez pedig aztán észrevettem, hogy ugyanolyan, mint az előző volt. Hát, ja. Nem azt mondja, hogy ez az iskolával jött be, vagy az egyetemes kiegészítővel, ezt túl snacksnak találtam, bár be lehetett volna. Ezt egyébként gondolkoztam ezzel, hogy lehetett volna rajta díszítéseket tenni, de aztán, nem mondom, nem volt akkor kedvem jelenleg hozzá. Úgyhogy maradt ez a pingvines. Ja. Hát nem tudom, mit mondjak még nektek ezzel kapcsolatban. Végig fogom vinni, mondtam nektek, az biztos. Tehát nem fogom abba hagyni a sorozatot. Bármilyen nehéz, és sőt, most már egyre jobban kezdem azt élvezni, hogy nehéz, mert ez most már még nagyobb kihívás számomra, hogy ez meglegyen. Ó, TV premierre, igen. De ezzel nem igazán foglalkoztam most, mert azon voltam, hogy Miának a logic skilljét fölvigyem. No, itt azért is mutatom, mert csak annyi történt, hogy lássátok, hogy ilyeneket kell csinálni. Például, hogy adjak egy szennyezett szérumot egy valakinek, és nem tudtam. Utasítsd egy munkatársat, hogy kertészkedjen. Ezt se tudtam, mert hogy nem engedi a kertészkedést. És most azt kerestem, hogy kérdezz egy turistát a napjáról, viszont sehol nem találok itten turistát. Ha itt van. Csak aztán rájöttem, hogy ugyanilyenek ott vannak bent a laborba is. Tehát ott garázdálkodnak, majd mindjárt meglátjátok.
Lehet, hogy kívülre kéne tenni egy kis kertet, most egy utólag lehet, hogy ott kéne kint ültetni, mert lehet valami van itt, ami megakadályozza, hogy kertészkedjenek. Lehet az üvegházna, meg nem tudom. Tehát, hogy... Ja, és ültettem oda, hogy... És oda ültettem, és nem kell öntözni. Tehát ezt nem értem. Tehát, tudjátok, amikor kiültettek valamit, az az első, hogy öntözni. És itt kiültettem, és nem kellett öntözni. Tehát nem is adta ki ezt az opciót, hogy öntözni kelljen. Hogy lehet valami takarékosra van beállítva, nem is figyeltem egyébként, azt majd lehet meg fogom nézni. De ne legyünk tudálékosak, már egyszer előléptették, még 7 nap van a öregkorig. Erősen gondolkoztam azon, hogy megfiatalítom, de nem fogom. Tehát majd öregkorba is meg tudja csinálni. Legalábbis most ezt gondolom, aztán már meglátjuk. Én azt gondolom, hogy elég idő lesz ahhoz, hogy nem kell megfiatalítani ahhoz, hogy meg tudja csinálni a munkahelyét. Igaz, nem kell nyugdíjba menni, tehát öregkorba is nyugodtan mehet. Bár lehet, hogy kicsit sportoltatni kellene, hogy jobban bírja, meg tovább éljen egy picit. Azt lehet, hogy nem ártana. És akkor itt látjátok, hogy sikerült a logika skillje 10-esre fölfejleszteni. Ez is pipa, ez is készen van. Örültem is egyébként, mert tényleg ezzel most már úgy érzem, ennél a résznél haladok talán a legjobban. Ennek örömére egy rámenlevest összerakhatsz. Kedves Mia, főleg ha csinálnád is, amit csinálnánk. Tehát köszönjük, hogy az idő megy, csak éppen nem csinálod. Elgondolkoznak. Ezek a szimek nagyon elgondolkoznak. És itt még megvárjuk, hogy megcsinálj ezt a levest, aztán itt már a végéhez közeledik a videó. Itt kíváncsi voltam, hogy hogy csinálja a levest. Mondom, nem öltöznek. Egyszerűen nem öltözik át. Nem érzékeli a gép. Hát igen, a csikóbb az apukáját hiányolja. Ugye neki volt, neki ők a szülei. Nem örökbefogadott. És akkor nem sokát, a következő részben pedig majd Jacobnak a születésnapját fogjuk megünnepelni, de tudomásom szerint még azért van belőle egy-két nap. Ja igen, közben rájöttem, hogy hát egy rámenlevest csinált. És valamiért flörtölös hangulatba került. Na jó, köszönöm szépen, ezt a részt megnéztétek. Itt még annyi, hogy itt látjátok, még 3 nap van körülbelül a születésnapig. És köszönöm szépen, ezt a részt megnéztétek, és akkor innen fogom folytatni, ami már nem voiceoveres lesz. Sziasztok!